Na gyerekek, akkor GoPro, gimbal és mikrofonteszt egyszerre. Méghozzá hol máshol, mint a nyírbátori sportpályán. Itt vagyok én most, és próbálok itt a laucák között, itt a sorok között felmenni, úgyhogy nem nagyon ugrálok itt a székekre, mert félek, hogy a műanyag szék az összetörik az én kis 68 kilócskám alatt. Na hát az történt, hogy én meg voltam róla győződve, hogy a sportpálya üres lesz, de igazából nem üres. És végig megyek itt a felső lelátón, és ez a gimbal rögzített módjának a tesztje. Berögzítettem ugye arra a pályára. Így néz ki, amikor egy pontra van irányítva. Jönnek a nem kívánt vendégek. Hát csak kölykök. Jó van. Na. Berögzítem ismét. És akkor menjünk az ellenkező irányba. Igazából azt is ki akarom próbálni, amit Nevin mondott, hogy ezzel lehet szaladni is, mert ugye azt mondja, hogy nem kell ezzel finomkodni, mutatott egy ilyen videót, ami nem nyilvános, hogy a lépcsőn leszaladt, meg a házból kiugrott, meg ilyesmi, és akkor na, hát a táskámat azt így oldottam meg, hogy ide lelakatoltam a bringát, mivel hogy magányos videós vagyok, és ezért ugye nem jó, hogyha bazag ez a GoPro aksi, nagy fos. Na, szóval szaladjunk egy-két lépcsőt itt lefel a lelátón, és akkor meglátjuk, hogy hogy üzemel ez a GoPro, illetve maga a gimbal. Arra fordulsz, és megindulsz. Hoppá, csak túl ne szaladjak, itt azért annyira nem nagyon lehet szaladgálni. Jó, hát én úgy gondoltam, ez egyedüli üdvözítő hely, ahol büntetlenül lehet az embernek szaladgálni, az a sportpálya. Csak milyen faszra ezért rittyentettek ide? Pingpong asztalt. Még nem is láttam. Vagy mi ez? Ez mi ez? Techball. Micsoda? Magyar Labdarúgó Szövetség. Techball. Akkor ez valamilyen labdaasztal, valami labdajátékasztal lehet. Járjuk csak körbe. Ez így néz ki, rajta van a Techball logója, és azért olyan nagy futás tőlem ne várjatok, mert én 20 éve nem futottam, nem volt rá okom. Na, szóval ott zajlik a meccs, nem tudom kik játszanak, de éppen bőszen ordibálnak, hogy passzod már ide, én nem látod, itt vagyok. Közelebbre nem megyek, viszont ha már van gimba, akkor megmutatom, hogy van itt egy nagyon-nagyon régi medence. Fussunk! Na, ez egy medence volt. Valamikor, szerintem több mint 30 évvel ezelőtt, ez is egyike volt a városi fürdőknek. A népek jobb híján ide jöttek fürödni, amikor még ez nem volt ennyire elhanyagolt, hát most már menette a bozót, meg minden, nem takarítják. Itt át sem tudok menni, mert hopp. Egy csak
utamat állja sövény növény. De nincs is nagyon rajta mit nézni, szóval ilyen fokozatosan mélyülő medence volt. Ott lehetett lábat háztatni, itt pedig az úszóknak akár. Ott mi az a kis házikó? Én oda nem látok be. Ez a kettes móddal is lehet panorámázni. Jó van, én rájöttem akkor, hogy a kettes üzemmódot érdemes használni a gimbalon, ugyanis ez a billentést is, és a vízszintes panorámát is támogatja. Míg ha az egyes módba hagyom, akkor csak vízszintesre áll be. Ott egy rozsdás kuka, itt egy lábmosó, itt pedig egy henger, amivel a futballpályákat hengerelték. Szóval a kettes üzemmódba hagyva, ez a gimbal egész jó. És akkor nem kell folyton kapcsolgatni az egyes meg a hármas üzemmódok között. Öcsém, ez a Rusty Meta kuka. Azért tényleg jó, hogy itt van ez a cucc, mert én a kezemben már sokkal ferdébben tartanám a kamerát. Na, egyébként hoztam magammal a vizet is, hogyha megszomjaznék, akkor legyen mit. Csak nem merem ott hagyni, tudod, felügyelet nélkül a táska, de ezt már mondtam. Na. Ez egy majdnem kinyújtott kartávolság, amire ti most vagytok tőlem. És remélem, hogy úgy néz ki, mintha haverom vagy operatőröm itt menne mellettem, és egy steadicammel is tartaná a kamerát. Oda fel fogok szaladni a szembe lévő nagy lépcsőre. Ottan. Mert ott van egy olyan focipálya, ami hát nem annyira használt. Igazából totál elhanyagott, új futópálya állapot az nagyon sáros, gyerekek. A futópályán nem fog futkározni, ez csak lesz ki. Földig ér a lábam. Ó, nem kell nekem az egyes üzemmód. Na, ott van a kapu, odáig el kéne szaladni. A bérnám szusszal. Na lássuk, mennyire vagyok edzett, csak kocogás. Még van egy kis hau is. Itt nem törünk át, mert bozót van. Mit megyünk fel? Árkon, bokron, lépcsőn. Helyes légzés technikára ügyelni kéne, ha az ember fut. Hú, már is kimelegettem, jót tettem, hogy nem moztam kardigánt. Csak a videóban nem szeretném, ha ez a baszott nagy lihegés belehallatszana. Szóval inkább akkor próbálok úgy lélegezni futás közben is, hogy hát, hogy nem nagyon. Ilyen spórolósan, tudjátok? Hogy visszatartom. Jó. Már nézzünk a meccsre. Na, hogy lehet itt lemenni? Hát így. Hát az a kis pálya, ami azért elég jó,
Rendben van tartva. Ez műfüves, azt hiszem, aha. Műfüves. Mindjárt benézzünk, megnézzük, hogy tényleg műfüves-e. Megint körbe van kerítve, ide bármikor lehet jönni. Ja, és ki is van világítva, ha jól tudom. Vagy ez nem a kivilágított pálya, ahon este is lehet focizni. Szóval, ilyen a műfű. Ez műfű. Jó az. Ez pedig a nagy pálya, ami már sokat sétáltam. Hú, gyerekek, én kigombolkozom. Volt régen egy-két videóm itt, amikor nem akartam, hogy mások bámuljanak, hogy vlogolok. Akkor itt üldögéltem a levizelt lócár. Ott a MSK Hungary lánykori nevén Csepel szerszámgépgyár. Régen itt voltam tanuló. Mit lehet itt a Bozótba tapasztalni? Ó, hát a gimbálnak a lételeme a Bozót. Ú, egy csomó szúnyog, paszki, vagy muslica, vagy mi. Komolyan gondoltam én ezt, hogy én itten átjövök. Csak mert itt van egy olyan árok, ami... ami nem tudom, hogy át tudok-e kélni, anélkül, hogy széttépném az összes kábelt itt magamon. Na pedig én ide be akarok nézni, mert hogy... Hát, hogy pont kifogtam egy olyan szar helyet, ahova nem kellene. Hú! Na most eszembe jut a Herbie vs. World. Ú, bazd meg, akác! Ez nem jó se a ruhának, se a bőrünknek. Mindent ez a mocsok akác. Hú, de utálom. Aha. Na figyeljetek! Ha tanuló voltam, itt lógtunk ki. Akkor nem volt ez a... De, itt volt a szúrós drót, csak mindig ráterítettük a izét. A... Hát tudod, munkás cuccot. Na, gyerekik. Ez volt az egyik legnagyobb gyárkomplexum, amikor én tanuló voltam. A Csepel. És itt unalmunkban, itt hátul a vasúti sineknél, itt azzal szórakoztunk, mikor tanulók voltunk, hogy itten gyíkukat fogtunk, és azt versenyeztettük. Hát kicsit átépült azóta, de ez a nagy csarnok, ez megmaradt. Amarra jobb felől volt az én munkahelyem, ahol most hát fehér épületeket lehet látni elvileg, csak nem tudom, mennyire lesznek picikék a képen. És ott voltak a forgácsoló gyártósorok. Rám néz a gimbál, rám néz a gimbál. Na, jóba jöttem én az izébe, a Bozótba. Nem akarok ugyanott kimenni. Basszus kulcs, akác, meg 2 méteres vízesárok. Jó, hogy nem esős időbe jöttem, heme. Mert akkor, hát itt nem nagyon ritkítják a Bozótot, mert ez egy, így egy ilyen természetes akadályt képez a migránsoknak, ugye, hogy ne tudjanak átjönni itt a zöld határon. Bár mi nem voltunk migránsok, csak tanulók, ipari tanulók, de mi azért át tudtunk jönni. Baszki! Na most nézd rám! Be vagyok csavarodva, geci. Te. Ezt a kurványát. Ne. Hallod? Mondtotta volna valaki, hogy
sportpályára bozót vágó kést is kell magaddal hozni, bazd meg, mert... Hú! Szeméthegyek. Sió! Még jó, hogy nem. Kábítószél. Jaj, van itt az is, sörös doboz. Na. Kőbányai. Ott is kőbányai. Meg egy szép emlék a természet lágy öléről. Gyerekek szeretnek ide jönni. Na mi van? Teljesen szíjjel fordítottam a gimbalt. Aha. Szóval, természet lágy lábai között fussunk el a budiig, amoda. Itt nem kell átmenni. Oké. Okay. Hú. Ezt már egyszer mutattam nektek rezgés GoPro képen, szerintem nem kell újra bemutatni. És azóta azt szebb nem lett. Irgalmatlan körülmények. Hú, öcse. Ez nagyon büdös. Na. Nem tudom, mennyire lesz ugrálós a kép. Gondolom, valamennyire ugrálós lesz, hogy főleg, hogy szaladok. Erre fel kell mászni. Ha nem volt itt az ág a képembe. Természetes magaslat. Na, innen lehet körbe bámulni. Ott ordítanak a hivatásos labdarúgó biztatók. Passzod már, oda nem látó! Jaj. És itt a jó kis elhagyatott bitumen pálya, amin szereztem egy-két olyan gördeszkás sérülést. Utána többet életemben nem mértem gördeszkára állni. Amikor még nem volt ilyen szarfos, hanem akkor még rendes ezért. Mondjuk nincs ez olyan rossz állapotban. Lehetne még ezen deszkázni, egy-két repedés van. Ez izé volt eredetileg. Hát az is focipálya, ott ilyen kis pályás focipálya. Na. Úgy teszem, hogy csinálok néhány snittet, aztán végül vlog lett belőle. Hát de érdekes. De ma, hogyha csak simán gyalogolsz egyébként, azt már megfigyeltem, hogy a karod az lefel mozog valamennyit, és akkor ugye ez a képkivágáson az látszik, ugye, hogy feljebb van, lejjebb van, feljebb van, lejjebb van. Gondolom, hogy ez futásnál még hatványozottabban mutatkozik, de akkor az nem is baj, mert végül is a képnek a nagy része az meg használható, mert jó, nem állszok már itt át a latyakon be, hanem csak itt a futballpálya. Oda még be akartam nézni a medence mögött, láttam egy kis házikót. Nem tudom, mit rejt a kerítés mélye, a kerítés hátulja. Ja, a kölykök már elfoglalták a kis pályát ott velem szembe. Na, az az a pálya, ami ki van világítva, és akkor éjszaka is lehet focizni. Jó, akkor szerintem ma oda nem megyek hozzájuk. És akkor az majd egy későbbi videó témája lesz, hogy mi van a kerítésen túl, ahová ember keze még nem tette be a lábát. Szép gyerekek, zöld-fehér,
Kuhár Bence rajongói színe. Nyírbátori Sport Egyesület, hogy azt a zöld-fehéret használja, mint a Ferencváros. Szóval gondolod, hogy gyere ide lakni, itt is lehet szurkolni, látod? Igaz, nem egy Pancsó Akadémia, de szerintem lelkesedésben nincs hiány. Többek között egyébként a mikrofonnak a szélzaj szűrőjét is tesztelem, mert hogy ezen kisebb a szivacs, mint a más. Jaj, jó ember, akadály. És kíváncsi vagyok, hogy mennyire dünnyük bele a szél. Egyébként a mikrofon kisebb megkötésekkel használható. 13 kHz-ig veszi a frekvenciákat, csak 1 kHz-től 13-ig nagyon lineárisan megy lefelé a frekvencia menete. És azért úgy gondoltam, hogy 1 kHz-től 13-ig így egyenesen megküldök rá egy ilyen lapos vonalú EQ-t, egy ilyen 12 decibel boostot, high boostot, és akkor gyönyörű kristálytiszta lesz. Na hát látjátok, kell ennél több. Kijöttünk, vlogoltunk, sportoltunk, leülünk a laucára, iszunk egy kis tápanyagot. Ebben van most 3 darab. Mi a gyász? A gyász. 3 darab. Magnézium. No, lemerült a GoPro. Sziasztok! Na, lemerült a GoPro közben, úgyhogy sziasztok, ennyi volt a videó. Nem, 3 magnézium, meg 2 vas van benne, úgyhogy pótoljuk a elveszített, kiizzadt dolgokat. Na, tényleg sziasztok, mert utolsókat rúgja a GoPro.